Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na, csak, mondjad, mondjad, mondjad. Hát, hát, hát mondanám, várul. már egy perce próbálom kinyögni, de hát nincs hangom, hát odébgorult egy kapcsoló. Ondébgorolt mi? Azt mondja, próbálom kibogozni, mert itt valami nem Nem stimmel. A pénzcentrumon, olvastam először, kész, ennyi, vége! Végleg bezárhat az egyik legmenőbb budai szálloda. Jó, hát a pénzcentrum címeit azt 10 kell osztani mindig. Tehát. Hát ez még akár 20 is lehet, mert még zavaros is, is az egész. Ugyanis mm. átvettek az m valamit, amit sikerült úgy lerövidíteni, hogy nem az igazi. Aha. Ugyanis arról szól, hogy a lánci 19 szálloda, amely a világörökség részét képező épületben található, hamarosan végleg bezárhat. Korábban a Covid miatt nem nyitott ki a hotel, azonban nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben sem fog. És hát akkor néztük, hogy, vagy néztem, hogy mik az okai ennek, vagy mi utal erre. És akkor sorolja, hogy hát az idén 15 éves a hotel, 2020 március volt a zárva, a Covid miatt nem nyitott ki. Most viszont nagyon úgy néz ki, hogy többet már nem is fog. Tavaly a Gigama LCHD Kft. szerezte meg a szállodát, amely éppen a vétel előtt azonban a portálnak nem sikerült kideríteni elgondom, a pénzcentrumnak, mennyi a hotel értéke, illetve arról sincs információ, mikor nyithatnak újra. A TripAdvisor szerint a hotel ideiglenesen 2023. február 28-ig zárva. Az újra kapcsolatban Valko miája cégvezetője arról beszélt, hogy előtte szükséges egy átfogó felújítás, aminek műszaki előkészítése zajlik. Az újra egyelőre nincs pontos időpontja. Tehát eltemetjük, hogy vége ennyi volt. Tehát a végleg bezárt az azt jelenti, hogy, hogy újra nyit jövőre. Ne csinálj. Ugye ezt? jól értettem a. Hát a, a, a dátum szerint igen. Én azt javaslom, én még nem tartok ott. Az m4.hu-n, ez csabai karcsi írt erről. Az, én a, én a, azt gondolnám, uh -huh. hogy azt kell majd uh, elolvasni, mert így összeolózni két bekezdést, és abból egy ilyen zavart csinálni, az nem, nem jó, mert nem tudjuk most pontosan. Hát mi ott a, a sok-sok tulajdonosváltást, vesetelést, hogy jó, uh, hosszan. Aha. Ehm... Jó, ez van. Maga szerintem... az újraindítás információt pont nem találom abban se, úgyhogy akkor ezt még akkor behatóban kell tanulmányozni. A lényeg az, hogy zárva van, és egyelőre, méghozzá jó régóta, 20 óta, és maradjunk, hogy vagy kérdéses az újraindítása, és akkor szerintem abban benne van az is, hogy esetleg rendezik a dolgokat, meg ezeket a műszaki felújításokat, és újra meg az is benne van, hogy nem. Aha. Budapesten jobban fáj a fák kivágása az embereknek, mint ö, vidéken. Kutatták le, ö, de az elutasítottság az iskolai végzettséggel ö, együtt is nő. Ö, hát az, az annyira nem meglepő, minden esetre a Púzós Kutató szokott a napi.hu megbízására felméréseket végezni, és ez is egy ilyennek az eredménye. Azt mondja, hát teljesen, ha abból indulunk ki, hogy a szegényebb régiókban nincs más választásuk az embereknek, mint hogy az erdőből becipelni a tüzifát. Hogyha önmagában ezt az egy dolgot emelnénk akkor is érthető lenne ez a fajta reakció. Minden esetre úgy néz ki a kutatás, hogy támogatod a tüzifa hiány hozott kormányrendeletet, amelyben eltörölték a fakitermelés szinte minden korlátozását kérdésre. 21% válaszolt igennel, és 65 nemmel, és volt egy 14%-os nem tudom. Viszont a községekben ez 25 százalék volt, kisebb városokban 22, a megyeszékhelyeken 14, és Budapesten 18 százalék. Tehát aki támogatta ezt a kormány nagy vihart kavart kormányrendelet. Itt igazából a érdekesség az annyi, hogy a megyeszékhelyeken még kevésbé támogatják, mint Budapesten, ez a 14-18 százalék. Van még egyébként néhány kérdés, a napi ponton el lehet olvasni még a részleteket, hogyha valaki erre kíváncsi. Hát akkor szerintem mehetünk tovább. Akkor nézzük, hogy Budapesten túl mit írnak a lapok. Nagyon sok izgalmas cikk volt, amit tudunk ajánlani. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. Hát kezdjük akkor a legfontosabbakkal, ami nem is alapszemlébe illő, de illetve hát hova tegyük ilyenkor. Megint minden bejelentés nélkül, este magyar pont t klikkelgetve lehetett a legfontosabb információkkal megismerkedni. Ezt még a Facebookon sem kommunikálják a potentátok, pedig a legfontosabb, hogy Azokat az intézkedéseket, amelyekre utalgatott a kormány, illetve háttérinformációként megírták a lapok, hogy megígérték Brüsszelnek, azoknak egy jó része most megjelent a közlönyben. Tehát az uniós pénzek, hogy jöhessenek, komoly vállalásokat tett a kormány a korrupció ellenében, és ez tegnap este jött ki tehát a közlönyben ezzel párzamosan, illetve ezt megelőzően Navracsics miniszter elmondta, hogy igen, megegyezünk, ezt eddig is elmondta, most ezt társított időpontot is, tehát novemberig megegyezünk, jövőre jöhetnek a pénzek. Ez már mondjuk jókor a csúszás ahhoz képest, amit ígértek tavasszal, de az optimizmus az még fönnáll. A közlönyben megjelent határozat nem is titkolja, hogy a uniós források érkezéséhez Szükségesek azok az intézkedések, amelyeket itt, amelyeket meghoztak. Minden esetre a miniszterelnök által aláírt kormányhozat szerint, általános rálátással rendelkezik és beavatkozik azokban az esetekben, ahol a hatóság álláspontja szerint a feladata és hatáskörrel rendelkező hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket, olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupciós, egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kiavítására, amely határ, hátrányosan érintheti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás vagy az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, különös tekintettel a közbeszerzési eljárók tekintet, keretében végrehajtott Európai Uniós pénzügyi támogatásokra. Tehát ez az a új hatóság, korrupció ellenes hatóság, amelynek a vezetői tisztjére már a kedves hallgató bejelentkezett még a Igen. az óra végén. De érdeklődött, hogy hol lehet megkenni valakit. Hogy, hogy elnyerhesse ezt a pozíciót. Akkor van még egy új külön korrupcióellenes munkacsoport is, még december előtt. Ebben kormányzati és nem kormányzati szereplők létszám és szavazati jog tekintetében paritás és alapon vesznek részt, és annak működéséhez korrupcióellenes hatóság nyújt majd administratív támogatást, amiről az előbb beszéltünk. Tehát a hatóság, illetve ez az új munkacsoport, ez két külön dolog, bár utóbbiba a utóbbit segíti az előbbi. Hát nagy, vannak még más apróságok is, a nagy kérdés, hogy ez elegendő lesz-e, az Uniónak, hát azért nagyobb valószínűleg arra van, hogy nem. A lengyel példa azt mutatja, hogy ígérgetni kevés, mert láttak már hogy a Brüsszelben, hogy az ellenkezőjét csinálja egy ország. Esetleg azt is szívesen megnéznék, hogy majd kik lesznek ezek a független tagok, hogy mondjuk a címbik ismét, vagy pedig mondjuk tényleg innen-onnan, meg ahonnan civil szervezetek is bekerülnek -e ebbe. Ez azért gondolom, hogy fontos kérdés lesz ennek a megítélésének. Minden esetre a keretrendszer egy fontos lépés, azon meg, hogyha a forint mondjuk erősödésre reagálna, mert befektetők úgy értékelnék, hogy közelebb kerül a megegyezés az uniós pénzekhez, de önmagában, amit most itt látunk, hogy megjelent a közlönyben, ez még így sacra kevésnek tűnik, kicsit még több tartalom kell ahhoz, hogy meggyőzhetők legyenek, illetve a bürokratákat lehet, hogy sikerül is meggyőzni, de az alap, de ezt számos szakértő elmondta, hogy alapvetően politikai döntés fog ott is születni, úgyhogy ahhoz valószínűleg majd több kell. Ennyit látunk ezügyben. Egy kedves hallgató írta, és annak apropóján kerestem egy cikket, mert rémlet, hogy találkoztam ezzel. Azt írta, hogy múltkori népszálláson, hiába mondtam, nincs valláson, beírták, hogy katolikus, és a HVG foglalkozik ezzel pont ö, ma reggel, hogy ö, csak vallásként lehet feltüntetni az ateizmust a 22-es népszámláláson. Tehát mondjuk ez Aha. egy fokkal jobb, mint amit a hallgatóim, mert azért az nagyon durva, hogy nincs hallásod és bejegyszernek egy katolikust, hogy jó lesz el, te oda. Ö, az, hogy vallásként van feltüntetve az ateizmus, mert egyébként ez, az, ez a probléma, és erről szól a cikk, a Magyar Ateista Társaság ezt kifogásolja, az, az, az is, az sem tökéletes, sőt, van vele probléma, de azért egy a jobb, hogy van hozzá rubrika, úgyhogy X-elheti az, aki teljesen vallástalan. Tegnap még három nagyon fontos cikket eh, olvastam, ezeket szeretném eh, röviden ajánlani még a kedves hallgatóknak, eh, kicsit visszautalva arra is, hogy mennyire eh, kevesen érzik, vagy látják, hogy milyen súlyos eh, válság eh, közeleg, és ez nem vészmadárkodás, hanem elvileg egyszerű matek. Eh, hogyha az energiárakat nem sikerül letörni, akkor lépnek ezek a eh, dolgok életbe. Az egyik cikk, eh, amit egyébként eh, portfólió véleményrovatába írt eh, Deák András, az pont erről is szól, hogy ez igazából, amit eddig látunk, az sok sebből vérzik már, mint ezek a javaslatok, amelyekkel megpróbálnak letörni az energia árakat. Van ugye olajár, kiterjesztés, olajár, embankok, uniós, nem is uniós, hanem G7-es olajár sapka, de hát ez olyan, hogy olyan országok erőltetik, akik már amúgy is eldöntötték a szankciót, a szankciókat az, az olajbehozatalra, és most igazából csak rá akarják erőltetni más országokra, akiknek ehhez meg nem fűlik a foga. És akkor itt van még a gázsapka, amit a bizottság erőltet, de ez is eléggé nehezen kivitelezhető, és nem oldja meg a fő problémát, a mennyiségi kérdést. Úgyhogy ez a cikk is azt elemezgeti hosszasan, hogy kinek mi van, milyen kártya van még a zsebében, az óriási hatalom energia meccs, aminek az állása most úgy néz ki, hogy az első fél időt nyerhetik az oroszok, utána viszont a második harmadik fél vagy harmadot, azt már bukhatják, csak hogy addig kérdés, hogy a európai lakosság mit szól ahhoz, hogy fázik és brutális recesszióba kerül. Egyébként ezt is elemezgeti Deák András egy kicsit. Szerinte arra is van esély, hogy Buktak meg politikusok ebbe a, szakció, a szankció túltolásba, hát a szankció ellenességgel most a következő télen azért lehet jó pontokat szerezni majd az európai eh, politikában, de az is lehet, hogy miután az oroszoknak ez az utolsó ütőkártyájuk, tehát ha ez kifut, akkor semmiük nincs, akkor ott vannak gatyára hogy hogyha az Európa és az emberek el tudják ezt hinteni, hogy akkor ezt most ki kell bekelni, és utána viszont már náluk eh, fogytak ki alapok, eh, akkor eh, lehet, hogy ezt csak max puhítják egy kicsit, eh, és akkor a, a szűk időszakon átvészeli, a szűk időszakot, ha átvészeli a kontinens, akkor... Igen. A Basza is kérdezte, ott hogy ott a, a csehországi zugolódásról vannak-e híreink? Hát nekem frissek nincsenek, ugye a hétvégén lehetett arról uh -huh. olvasni, hogy nagy tömegtüntetés volt a kormány lemondását uh -huh. követeltek, és abban is szerepeltek olyan Igen. olyan kérések, javaslatok, hogy egyezenek meg az oroszokkal legyen gáz, aztán majd valahogy Igen. el lehet még marakodni, de az energiával ne szorakozzunk, mert óriási problémákat okoz, tehát pont ez hm. ilyen, amit mondasz. Hogy... És akkor igen, csak nagyon röviden a Kubiten, ez bírózoltán kiváló cikke, című minden benne van. Mennyire hatékonyak az Oroszország elleni szankciók, ezt is egy csomóan pár mm. szemüvegen meg beállítottságon keresztül látják. Pedig eh, eh, hát ez sokkal, nem kell ebbe annyi politikát eh, keverni, ez tök jól látszik, és rengeteg adattal illusztrálja a szerző azt, hogy korábban, amikor egyszer volt ilyen, akkor a japánok eh, hogy jártak, még a 30-as években, 1930-as években, illetve hogy hogyan hat Oroszország a jelenlegi szankciós politika lassan, lassú, de, de halálos, mármint a gazdaságra. értve. Ez is arra utal, hogy nagyon-nagyon rövid távon idei tél tekintetében az Európa ellenes orosz szankciók, ami lényegében a gázcsap ha most már leegyszerűsíthetjük, az sokkal súlyosabb problémát okoz, de néhány éves időtávon már ezek a szankciók. Hát ez olyan lassú, hogy egy kicsit érdekes. ez egy ilyen chicken game, nem? Hogy <laughs> Európa fog előbb berosálni, vagy az oroszok hát, esnek térdre. Most, most, most tovább. E, most, most mi nem állunk jó. Más az időtáv. Más az időtáv. El az van rövid távon Európa fog térdre igen, esni, igen, tehát igen, ez, igen. Ez, ez, látszik. Egyik csirke előbb mindult. Három-négy éves távon meg az orosz gazdaság fog igen. totálisan fejreállni, csak ugye addig mit csinál Európa, ez a fő kérdés továbbra is. És akkor a harmadik, ami szintén nagyon fontos, hogy fog térdre a magyar gazdaság, hogyha ez a jelenlegi ár szint fölmarad. Ezt a kérdést többször is felvetettem, de valaki nagyon profén akarja olvasni a hátterét, Hordnyák József írt tegnap. Az elszálló energiára hozhatják el újra a munkanélküliséget Magyarországon címmel. Széker az egész folyamatot, hogy milyen sorrendben fognak a, a szektorok, illetve a cégek földbeállni, hogyha ez így marad. És ugye a legfontosabb kérdés az állami segítség. Az állam még semmi elét nem mutatja annak, hogy bele kéne nyúlni a, a rendszerbe, e, pedig e, jogos felvetés, hogy az írgalmatól megnövekedett áfa bevételekből vissza kellene osztani, azért, igen. hogy mondjuk a munkahelyeket megőrizzék, meg ne legyenek tömeges csődök. És ezt mondjuk most kellene, nem novemberben jönnek a tömeg. Nagyjából ez a várakozás. Azt látjuk, hogy rengeteg sportlétesítmény, nem létfontosságú létesítmény a fürdőkörökről is beszéltünk, fürdők. azt be fognak, be fognak zárni. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mikor lép ezzel kapcsolatosan a kormány. Ugye uniós pénzek ügyét most látszik, hogy kezelik, tehát ugye az a közlönyből kijött, de most ez lenne talán a a legfontosabb, úgyhogy ezekkel kapcsolatosan várjuk a híreket, és mondom, ebben a három cikkben nagyon részletesen és tényleg profiktól, profi megírva össze lehet, el lehetett olvasni a legfontosabb dolgokat, amik most érik Európát, illetve a Magyarország előtti kihívásokról szól. No, nézzek az órámra? Ne, nyomj egy gombot. <laughs> ránézés nélkül. Mindjárt rövid hírek után folytatjuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin.